két bátyával játszadozik a kis nőstény Mismita kin a Nyíregyházi állatparkban. A páros újupatás állat a Himalája keleti részén őshonos. Ebből adódóan vastag bundával és úgynevezett kosorral rendelkezik, amellyel a hideg levegőt a belélegzést követően azonnal képes felmelegíteni. A faj igazi ritkaságnak számít. Magyarországon kizárólag a Nyíregyházi állatparkban élnek egyedei, szám szerint 8-an. Alig 2 héttel ezelőtt bővült az állomány, a korábbi években született 4 hím utód után most egy nősténybarjú jött világra. A Nyíregyházi Park nagyon fontos küldetésének tartja, hogy végveszélyben lévő állatokat mutasson be. Sajnos ez a faj is a kipusztulás szélére került, mindösszesen 3500 példány belőle a természetben, és igazi állatkerti ritkaság is, hiszen 160 egyed él a világ állatkertjeiben belőle. Sajnos az orvadászat miatt és az élőhelyek pusztulása miatt csökkenőben vannak a populációik. Ide a Nyíregyházi állatparkba 2009-ben jött először egy hímállat, majd 2014-ben 2 tenyésznőstény, és igazából minden éve 2 évente szokott születni bikaborjú itt nálunk, ám most első ízben 2020-ban végre nősténybarjú látott napvilágot. A kicsi 220 napi vemhesség után jött a világra, jelenleg anyatejjel táplálkozik, de elkezdte már a szálas takarmány fogyasztását is. Hamarosan újabb taggal bővül a tenyészcsapat. Az osztályvezetőtől ugyanis megtudtuk, a másik nőstén egyed is vemhes lett. A szaporulat miatt az állatpark szükségesnek látta az állatok környezetének bővítését, akik így a napokban vadi új, tágas kifutójukat is birtokba vehették.